Tavaly a Vasas simán legyőzte a Fáy utcában a Paks együttesét, 3-1 lett annak a találkozónak a végeredménye. 5. percben járunk, Vasas támadás kibontakozóban, Lázok viszi le a labdát egészen a szögletzászlóig, aztán becsapja az egyik emberét, továbbra is nála marad a labda, ez így már helyzet, már éles a szög, az oldalhálóba lőtte végül is Lázok. Ez volt a mérkőzés első helyzete tehát. 12. perc, továbbra is a Vasas próbálkozik, Német érkezik fel a támadással, és Fiolán megpattant a labda, egy picit beljebb megy, közelebb a kapuhoz, akkor látványos öngól. Így viszont szöglet. 13. perc, Lázok, Kis, aztán Báló is hozzáér fejjel, megint visszakapja a feladó Lázok, testtel maga elé teszi, gyönyörűen emel középre, Ferenci pedig megszerzi a Vasas vezető gólját. Mintaszerű összjáték volt Lázok és Ferenci között, az utóbbi derék magasságból fejelt gólt. Neki ez volt a 8. gólja ebben az idényben. 8 perccel később Barta, Polényi tudott szerelni. Böde indít jobb külsővel, Kis védője mellett óriási gólt lő. Egyenlít a Paks. 2. találata volt a gólszerzőnek. Káprázatos volt Böde indítása. Hölgyeim és uraim, kedves szurkolónk, a Paksi FC egyenlítő góljának szerző. 34. perc, Böde két ember között, és aztán 16,5 méterről lő, végvéd. 36. perc, Lázok, szabadrúgása, Csernyánszki jön a kapujából, kétszer egymás után beleüt a labdába, Német megemeli, gyönyörű gól, 2-1, megint a Vasasnál az előny. Csernyánszki kapus már nem tudott visszaérni, hiszen kétszer bele paskolt a labdába, nagyon eltávolodott így a gólvonaltól, viszont Németh Norbert remekül ismerte fel a lehetőséget, hogy mit kell tenni, megemeli a labdát, és be is hullik a védők fölött a hosszúba. A szünetbe 2-1-re vezetett tehát a Vasas. 47. perc. Lázok. Fiola mellett ellövi. Csernyánszki véd. Heffler készült szabadrúgást elvégezni az 50. percben. Nagyszerű gól. 2-2. Végkapus nem sokat láthatott a sorfaltól a labdából. Pedig ott csapódott be végül is a sarokba a labda, ahol a kapus tartózkodott. Csak ki kellett volna talán tenni a kezét, és már is megvan az. 60. perc. Mundi. Beadja a labdát, Balog csúsztat, elkerüli azonban Csernyánszki kapuját ez a fejes. 62. perc, Vasas pardobás, Heffler fejeli vissza, Weyer indított. Böde lép ki a labdával, két védőt, öt hagy, Böde, rosszul vetődött vég is, 3-2-re vezet ezzel most már a Paks. A rövid oldalt zárta a kapus, mégis a rövid oldalon jutott be a labda a kapuba. Hétközben ugye a 6-ost kapott itt a Fáy utcában az Alaegerszegtől a Vasas a Magyar Kupában, most megint vereség előtt Komjáti András csapata. 67. perc. Csehi kapja vissza a labdát. Jól adja középre, Böde érkezik és vég most bravúrral ment. Közönség nincs elkápráztatva a hazaiak teljesítményétől. Pedig a szünetben még jól állt a szénája a Vasasnak, hiszen vezetett 2-1-re. 77. perc. Magasföldi passza után Heffler. Ezúttal nem talált el a kaput, nem úgy, mint a szabadrúgásnál. 3 perccel később Lázok szabadrúgása. Ferenci. Korai az öröm. Az asszisztens ugyanis beinti a lest, így a játékvezető Bognár érvényteleníti a gólt. Jogosan látható, hogy a szabadrúgás elvégzése előtt már lesen volt Ferenci. Aztán jön a 87. perc, végrúgja előre a labdát. Jó a passz ki a szélre. Arsics lő, belefekszik azonban Shifter a lövésbe, így sikerül szögletre menteni a paksi védelemnek. A Vasas pedig kikap hazai pályán 3-2-re a Paks együttesétől.